Sziasztok! Na, most van a terasz készítésnek az utolsó momentuma, hogy föl kell rakni még ide egy korlátot, és akkor végre takaríthatjuk innen a dolgokat, és már csak a füvezés van. És most furom fel a tartót, és így beugrott, hogy már villanyszerelőként is sokszor találkoztam vele, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy kell csempére meg járólapra fúrni, hogy ne törjön el. És hát óvatosan, ugye mindenek előtt ez a első tanácsom, hogy itt ezt most csak kettő darab ilyen rögzítővel fogom rögzíteni, ott fenn négy van mindegyiken, de most egy korlátot ezt röhögve meg fog tartani. És itt már kijelöltem ugye a két pöttyöt, ahol fúrni szeretnék. És hát a rossz hír abban, hogy létezik egy ilyen dolog, ez ilyen csempe és üvegfúró. Ez egy ilyen speciális, erős fém a hegye, látjátok, olyan, mint egy ilyen penge. Tehát ez nem egy klasszik fúró, ezzel csak egyetlen egy baj van, hogy Dalmuska, hova tetted a vizet, azt kérem szépen, hogy hűteni kell, és olyan 10-12 luk után ez kuka. Tehát maximum annyi lukat tudtok vele kifúrni, viszont nagy eséllyel nem fogjátok eltörni a csempét, és a másik rossz hír, hogy 2690 forint egy ilyen. Tehát ha az ember biztosra akar menni, célszerű egy ilyet megvenni, de hát túl sokáig nem tartalmas, és nem igazán lehet vele egyből elkezdeni fúrni, hanem célszerű, ha van valamilyen pontozótok, de kalapács is, az is itt van, egy ilyen nagyon-nagyon picit megsérteni a csempe felületét, de ezt ilyen kocogtatva látjátok, hogy lett ott egy pici fehér pötty, az már elég, ez azért kell, hogy ne csúszson el a fúrónak a hegye. Tehát itt, hogyha ebbe már, és ezt épp hogy csak kocogtatom, nem ütünk rá nagyot, mert ha nincs alatt elég ragasztó, akkor eltörik a csempe. Ennyi. És ezt lehet elkezdeni fúrni. Még annyi info, hogy ez most 10-es lukhoz való. Ezt meg 8-as szárral fogom befizetni, de teljesen biztosra akarok menni, hogy furok neki egy 10-es lukat, mert ezt ugye be kell ütni a betonba, ez egy ilyen speciális dolog. De ezt, hogyha kültéren akartok valamit rögzíteni, ez nagyon-nagyon jó, ez főleg az ilyen tartó dolgokhoz szokták, ahol tudja verni az eső, és függőlegesen van a luk. Ugyanis ezen van egy ilyen, ezt le kell szedni róla, ugye ezzel fogom rácsavarozni. Ez annyit tud, ez be kell majd kalapálni a lukba, és itt van rajta egy ilyen csúszós valami, remélem ez itt látszik, ez itt körbeforog, és amikor ezt beütöm a lukba, és felülről elkezdem meghúzni, és elkezdik kihúzni a lukból ugye a csavarait, ez itt a betonba lecsúszik, és ennek látjátok, van egy pici hasa, ez szétfeszíti, és ilyen tipliként működik, és ebbe az a jó, hogy ez ugye nem tud szétfagyni, mint hogyha egy tiplit raknátok ide, az egy idő után ugye el tud a hidegtől, fagytól, mindentől nálani, és kicsúszhat esetleg a lukból. Ezt, ha egyszer beütitek, az életben nem fogjátok kiszedni. Van, aki szokott mellé szilikont nyomni, vagy ilyen speciális ragasztót, hogy a víz ne folyjon be, de emellé nem tud annyi víz abba a lukba befolyni, hogy ez a későbbiekben ott szétrepessze a beton, tehát én nem szoktam ezzel cicózni. És a lényeg, hogy ilyenkor csak szépen elkezdem, és ilyen szép lassan, és nagyon gyorsan látszik, hogy elkezd füstölni, és ilyenkor célszerű kis vizet oda tenni. Látjátok, ez nem üti, és gyönyörű szépen, nem egy gyors munka, de elkezdi az ember. Ha már nagyon füstöl, akkor megint lehűtöm, ezért kellett a víz. És akkor ez egy ilyen nem gyors munka, ellenben tudja, hogy nem fog eltörni alap. Na most ezzel kifúrom mind a két lukat. És akkor ilyenkor nagyon finoman ugye megy rendesítve. Na mindegy, ezt most nem mutatom végig, hogy végigfurom. Így kell úgy kifúrni, ezek csak ilyen por maradványok, hogy ne törjön el a csempe, és ilyenkor teljesen biztosak lehettek abba, hogy nem kell leverni és újra fölrakni. Ezt a kis eszközt kell megvenni. Nem olcsó, ezt ilyen üveg és csempefúrónak hívják, ez direkt erre van kitalálva, és nem szabad ütve fúrni vele, és betont se szabad. Téglát még viszi, de itt már ugye azért fúrom mással. És ugye csak arra kell figyelni ennél, hogy ezzel fejjel lefele, tehát felül legyen a menetes rész, itt rá kell tenni a lukra, és ezért is csináltam 10-es
hát a csempén, és ez ugye csak 8-as, hogy amikor ütöm, akkor se repessze meg, és ezt ilyen nagyon-nagyon óvatosan, pici ütésekkel szépen bele kell ütni a betonba, mindaddig. Ja, hát és nagyon vigyázzatok, hogy nehogy a kalapáccsal törjétek utána el, meg direkt ez a kis ütőrész, ez kisebb, tehát a csavart utána simán rá tudjátok majd tekerni. Ez nagyon-nagyon jó cucc, és pár száz forint. És ugye ezt annyira fogom leütni, hogy ezt még itt jól, tehát hogy ezt rá tudjam szorítani. Nagyjából ennyi, aztán majd jövök a terasznak a bemutatásával. Szerintem most így egy-két információt, amit lehet, hogy nem tudtatok, mutattam.